Na, Hello Pingvinek, itt Nessai, és közeledik a karácsony, az én kedvenc ünnepem, amikor 3 napig végre csöndben és nyugalomban együtt lehetünk a családdal, megpróbáljuk nem megölni egymást, illetve hát ajándékokat osztunk, ugye, nem utolsó sorban, és ezért összedugtuk a fejünket pár videóssal, ugyanis ti egész évben követtek minket, lájkoljátok a videókat, kommenteket hagytok, úgyhogy illene nekünk is valami meglepetést mégiscsak átadni nektek. Nem akartuk megcsinálni a 923 kihívás videót, nem akartunk szponzorált tartalmat indokolatlan celebekkel, és végképp nem akartunk tőletek kérni ajándékot, hiszen ti adtok nekünk eleget egész évben, mi szerettünk volna titeket meglepni. És hát így született meg a Háztól Házig nevet viselő megmozdulás az OCTV szervezésében, ugye ők üzemeltetik a webshopjainkat, és véletlenszerűen a rendelők közül kiválasztottunk egy szerencsést, illetve többet minden videósnál, és december utolsó napja meglátogattuk őket. Erről láthattok most egy összeállítást, én nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Köszönöm szépen az egész éves támogatásotokat, és találkozunk karácsony után is. Kellemes ünnepeket, pingvinek! Magyarázd meg! Magyarázd meg! Miért késünk el? Miért késünk el? Elaludtam. De tényleg, hallod, 7 órára volt állítva a telefonom, mikor néztem rá, az meg 7:43-kor. Hát mondom, ez kurva jó. Meg az a baj, hogy öcsémmel együtt készültünk. Tehát együtt mostuk a fogunkat, meg ez, ilyesmi. Ez olyan romantikus. Zsolti, soha a házban büdös életben minden... nem fogjuk megkérni sofőrködésre többet. Mikor a házban mindenből csak egy van, ugye? Legyen az ugye mosdókagyló, legyen az más, és hát ez így... Meg kávés csésze is csak egy van, egyből iszunk felváltva. Ilyen ez. Meglepetés, meg minden, örültek? Igen. Jó. Én jobban meg vagyok illetődő amúgy, mint ti, mert így nem tudom, hogy ilyenkor mit szokás mondani. Ez ilyen települítek. Ez egyre cukibb lesz, amit ez a videó. Mi lenne, ha az a kedvenc? Te nem ülhetsz le. Gyere csak, mindjárt indul a fit, és gyere. Vele van csókni. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Hív a Fruzsi? Anyukám hív. Várjátok, fölveszem egy... Szia anya! Ezt én veszem tovább. Fontos? Semmi gond, vesszük éppen, de mondjad anyám. Eljöttem Monorra vendégségbe, de semmi gond, mondjad. Jingle bells, jingle bells. Szoktál szomagri nyomozni? Persze. Azért nem gyulladt ki a pedál. Annyira koros, amennyire kell. Hát ne haragudj, meg ugyanígy lenne nálam is valami. Az ajtót támasztanám ki vele maximum. De miért? És kiket szoktál még nézni a YouTube-on? Videójáték Zsolt, azt nem, azt kizerül. De nem, itt mindenkit szoktam nézni, de Varus azért. Meg Varus a kedvenc, meg ilyen? Ó, igen. Igen. Itt azért némi összeférhetetlenséget érzem. Varus, mit szólsz ehhez a hírhez? Kenyér? Itt az a homár tekintet. Idáig büntetett az ember az autóba, jöttünk, ide, érted? És komolyan fél órát beszél, és már úgy hallod, mint a Thomas a gőzmozdonynak a főcímdalát hallgattál 10 órája, Gec. Hát mondom, átütöm a monitort mindjárt. Szörnyű! Tehát Varusszal külön izét kell, utazási pótlékot. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. De Varrus az már milyen technikás oldaltáská vagy, érted? Egyezüst gyertyatartó, meg a faszom tudja. Remélem nem lukozok itt mentépő netszájban, mert nagyon égő lenne. Az a baj, én úgy készültem, hogy vacsora is Ez meg megalázó gyerek. Ezt neve, miért veszed? Ne, hát ne. Nem, hagyd békén a hajam! Tessék! Kellett a pénz, ne vegyek. Ha rögtetitek, úgy nem lehet aláírni a hátán. Meg felvenni se. Erre mondják, hogy Radics Peti hátán felmászunk a ő a barátnő? Komolyan? Ez is képről nagyon, van, ez egy kép a képről. Hát gratulálok, nekem nem volt még ennyivel már jobb vagy, mint a Zsolti. Sokkal királyabb vagy, mint én. Én 9 évesen még csak csorgatottam a nyáron.